Sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Rengeteg hírem van mára, úgyhogy jó, amikor a meló után megláttam, hogy mennyi hír jött, fú, mondom, ezt 9-ig se fogom átolvasni, de szerencsére nem olyan nagy hírek, úgyhogy egész jól tudtam haladni, időben tudom kezdeni a hírlót. Na ugorjunk is neki, kezdjük ugyebár a Mester 3-assal, lájkoljatok, osztátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki az árérkam elemzésében kíváncsi, az a TradingView keresztül érheti el őket. Hú, ide be kéne írnom, hogy regisztrálni kell, ezzel az, hogy az altokat is, amik vannak itt a portfóliómban, hozzá tudjátok adni, mert alapból talán csak a Bitcoin meg az Ethereum-ot látni, ami nem regisztrál valaki. Na de haladjunk is tovább. Ha még részletesebb információkra vagytok kíváncsiak, amit nem tudok az esti híradóban elmondani, azokat a kriptodás linkeken keresztül megtaláljátok. Lassan már ők is kezdik alig bírni válaszolni a sok levélre. Illetve én is ezer, bocs, már vagy három napja nem válaszoltam a YouTube-os kommentekre, addig nem jutom el, hogy azt át tudjam nézni, úgyhogy ő, amint tudok, majd próbálok azokkal is foglalkozni, de nagyon köszönöm, hogy sokan írtok, amikor van kis időm, akkor belenézegetek, és tök jól esik visszahallani, hogy mennyire tetszik nektek, amit csinálok. Na de haladjunk is tovább, aki kriptovalutát szeretne vásárolni, és még nincs regisztrálva egyetlen kriptováltóra se, az itt talál kettő linket, illetve plusz leírást is. Zárásképp pedig, aki fizikai pénztárcára szeretné áttenni a kriptóját, az itt talál három oktató videót ezzel kapcsolatban, köszönet érte Gábor bányájának. Hopp, és ami lényeg, tegnap a kriptodánál előjött, hogy aki legelőször utal fizikai pénztárcára, vagy ilyesmi, az ne az összes kriptóját utalja, hanem tudom is, 1000 forinttal tesztelje le, hogy jó címre küldi-e, vagy ilyenek, mert valakinek elment a, nem tudom, a $5000, vagy ilyesmit írtak, hogy rossz címre küldte, talán Baidu, vagy nem is tudom mi volt, és nem volt Baidu-s címe a fizikai kriptopénztárcán. Az a lényeg, hogyha fizikai pénztárcára utaltok, csináljátok egy tesztutalást először, egy 1000 forinttal, vagy ilyesmi, és ahogyha minden fasza, akkor utána lehet a nagy tételt is utalni. Na de haladjunk is tovább, mivel jaj, hát The Moon már annyi apró kis szütyögést rajzol be, hogy az valami embertelen, és nem látja a fától az erdőt, én kezdem úgy látni. Mindegy, itt rajzolja az apróságokat, de itt a lényeg, tegnap este éjfél körül, 11 akármennyikor, 11.58-kor írtam ki, hogy gyémánt mintázat van, hát most találtam meg kicsit fentebb húztam, hogy lássuk már, hogy hova megyünk. Hát ez a gyémánt mintázat, ez nagyon brutál, ez itt volt 23-nál talán, vagy hogy, és akkor abból is akkorát jöttünk fel, mint az állat. Itt is a szárát kell hozzákötni, hogy honnan mentünk fel a gyémántig. Én ez nagyon úgy mutatja, illetve a Fibót is, ahogy, na mert ilyenek, és akkor bocsi, hogy ezért nem nagyon tudok válaszolgatni annyi mindenre, mert ezzel is foglalkozni kell, kicsit magamnak szüttyögni, nézegetni az árakat, hogy mi hogy van, hogy fejbe tisztában legyek, tudjak gondolkozgatni, úgyhogy nem sok mindenre van mellette időm, ezer bocsi, de kihúztam a Fibót is, az újat, és az is 68.000-re visz fel, 67.800-ra ott van az aranymetszet, az 1.16, illetve ez is 68.000-ig visz fel a gyémántnak a teteje, és úgy elindultunk telibe, egy piros gyertya nincs már, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 napja nincs piros gyertya, nézzük már meg visszafelé, itt volt, amikor 20.000-ről feljöttünk 40.000-re, akkor volt, de akkor se volt még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na jó, itt volt még egy 7 napos zöld gyertya, de úgy mennek a zöld gyertyák felfelé, mint az állat. Mindjárt itt vagyunk a plafonnál, megint átütjük a plafont, aztán húzunk fel, vagy 68.000-re, nagyon úgy néz ki. Persze ez a zóna még itt megfoghatja, ez a narancssárga, ez azért sokszor képbe volt már, de minden azt mutatja, minden jele arra utal, hogy 68.000 irányába haladunk gőzerővel. Jó, itt más letörik, feltörik, ez a lényeg, hogy haladunk 68.000 felé, ez a gyémánt kitörés. Na de nézzük is akkor itt még az aranyat, az aranya szépen jövő, hát most kicsit lentem, de jókat nőtt az elmúlt két napban. Most mai nap egy pöppet stagnál fentebb, nem nagyon tudták vinni, illetve vagy fentebb vitték, már el is adták. És akkor az USA dollár, jaj, hát pedig jön a stimulációs csomag, pim, már esik vissza az USA dollár, ahogy illik. Úgyhogy ez már csak így működik, Bitcoinra vissza, előre a többi sztorira, és akkor, amint elmondtam a top 10 kriptót, jövök is, jaj, gyere fentebb, mert így látjuk igazán. Bár mondjuk mindegy autóra visszakapcsolom, mert úgyis utána be kell mutatni a többi kriptót is, jó, de szépen jönnek, amiket mondtam. Na de nézzük is. Gyere, stop to flow, haladunk a 100.000 felé, hát már majdnem elértük, ugye bár kb. A lilát arra érdemes használni, hogy lilánál van a 100, már majdnem ott van a pötty, főleg ha most 60 fölé felugrunk, akkor már még közelebb lesz. Nézzük, igen, jaj de szépen egyenes, hát olyan egyenesen áll, hogy gyémántból is jön ki felfelé egyenesen a mintázat, ugyanúgy jön itt is fel. 57.000 dollárra áll jelenleg a legfrissebb pöttyünk,
még ha csak 36-nál lennénk, akkor is felmennénk vele augusztusra 100 000-ig, így akkor lehet, hogy tényleg hamarabb, hogy nem a 463 napos, hanem a 365 napos mozgó átlag szerint megyünk, és akkor lehet, hogy már májusra fel fogunk húzni 100 000-re. Na de haladjunk is tovább, és akkor itt ugyebár mit várunk historikus adatok alapján, hogy 100 000, 200 000, 300 000 kb. Ez lehet majd az idei ciklusnak a plafonja. És akkor haladjunk is tovább kifejezésekre. Hányan keresnek? Hát még mindig nem hiszem, hogy nagyon nőtt. Majd, ha átütjük a plafont az elkövetkezendő napokba, megyünk 60 fölé, majd akkor meg fog ez nőni. Ért, igen, csak csökkenget 37%, 8-8% lesen nagyon ragadnék rála. Annyira nem figyelgetik, az elfelejtik szerintem egy-két napig nagy hír utána. Aki nincs benne a kriptóba, az elfelejti, annak csak szóbeszéd lesz az egész, aztán utána már nem keres rá az interneten se. Amíg legközelebb, 3 hét múlva megint el nem mondják nekik, hogy jaj, 30%-ot nőtt a bitcoin, vagy ilyenek, és hogy jó, tényleg. Na jó, nézzük is. Ethereum. Az Ethereum jelenleg az 53. helyen, jaj, de jó, top 50-ben mindjárt feljön, két helyet ismét javított tegnaphoz képest. Jelenleg 207 billió dolláros a piaci értéke, ezen aktuálisan 1800 dolláros áron. És akkor nézzük is a plafont, a Tesla szépen 11. helyen jó jöveget vissza. És a Bitcoin mindig a top 10-ben a 8. helyet foglalja el. Hát még mindig ez a 1 trillió, 1,06 század trillió dolláros piaci értéken, jelenlegi 57 ezer dolláros áron. És akkor haladjunk is tovább, magyar forintban mennyit ér egy bitcoin? Hát 17 fél körül maradt ez. A 17 millió 400 ezer forintot ér jelenleg magyar forintban egy darab bitcoin. És akkor nézzük a top 10 kriptovalutát. Mit mocorogtak tegnap óta? Azt mondja, hogy az első helyen a bitcoin, jelenleg 57 ezer, hát 56, 57 ezer, akkor ott is egy százas, 150, azt az eget. 57 ezer dolláros áron kapható jelenleg egy darab bitcoin az elmúlt 24 órában. Körülbelül ugyanitt volt tegnap is az értéke 57 ezernél. Az elmúlt egy hét alatt 15%-ot növekedett, második helyen az Ethereum jelenleg 1800 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 13,5%-ot nőtt. Harmadik helyen a Binance Coin, jelenleg 292 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot nőtt az elmúlt 24 órában, az elmúlt egy hét alatt pedig 23%-ot nőtt. Negyedik helyen a Tether, mindig 1 dollár, ötödik helyre visszacsúszott az ADA, a Cardano, jelenleg 1,12 század dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 4%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt 1%-ot csökkent. Hajaj, hiába van meg az új ág, még ki kell fejleszteni, mindegy, életbe kell lépni, hogy tudják használni, utána fog majd valószínű megugrani. Na meglátjuk, mi lesz vele. Hatodik helyen a Polkadot, jelenleg 37 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 3%-ot nőtt. Hetedik helyét még mindig tartja az XRP, bár most igen, már csak 0,45 század dollárba kerül, az elmúlt 24 órában... Hát egy 4%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 6%-ot csökkent. 8. helyen a Uniswap, a 31 dolláros áron kapható jelenleg, az elmúlt 24 órában 2%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 7,5%-ot nőtt. 9. helyen a Litecoin, jelenleg 200 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 7,5%-ot nőtt. 10. helyen a Chainlink jelenleg, hát ő is 30 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 1,5%-ot nőtt. 11. helyen a Bitcoin Cash, jelenleg 545 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 5%-ot nőtt. Hát még itt a... nem majd utána néz, hát majd utána bányászat és hírek, itt lesz a vágás, meg kell találnom új a rendszer, most már van sok altom, be kellett fektetnem altba, mert amúgy nem nézegetném annyira, nem tudnám nektek mondani a híreket. Így meg, hogy befektettem, mondtam az Engine-t, mondtam a Chase-it, nem Chase-it, hanem Chili's, én nem tudom miért hívom már Chase-inek. Engine, Chili's, Matic, 10%, 33%, 18%. Tegnap mondjuk én is kicsit be voltam szarva, mert még mindennek lent volt az ára, a bitcoinon kívül minden mínusz 5%-ba volt meg ilyenek, de most szépen be is lendültek, ahogy az illik. És akkor nézzük is sorba. Az Ethereum.
Perpil, hogy áll, kell? Kicsit visszaesegetett a kék zónájának a tetejére, de ahogy látjátok, itt hatalmas kanóc van alul, ahogy be akarták húzni vissza a kék zónába, már fel is vásárolták. Innen valószínű pattanni fog, ahogy a Bitcoin kitör vissza, vissza kellene, hogy másszon az Ethereum is a lila zónájába, azt mondja, hogy kitört, próbálták visszarántani, nem tudták, most jelenleg itt van, de szerintem meg fog indulni a Bitcoinnal együtt, és akkor, na, mondom ezt, vissza fog mászni. Én arra tippelek, hogy vissza fog mászni a lila zónájába, úgy tűnik. És akkor az már mit jelentene, hogyha itt mászna vissza, akkor 2000-es Ethereum már egy pár napon belül, nagyon valószínű szerintem. Nézzük az adát. Az ada még mindig oldalirányban, nagyon oldalra húz az ada, hiába elsőjén megjött a villa, meg stb., meg fejlesztés, meg minden. Jó, atya, úristen, te jó gyerek ada. Hát elsőjén, mióta fejlesztettek az adán, azóta csökken az értéke. Jó, elég gáz. Mindegy, egy dollárra nem nagyon tudják levinni, oldalirányba megy, vissza kellene majd egyszer másznia neki is a sárga trendzónájába. Jelenleg nagyon oldalirányba megy, jó pár napja csak oldalirányba megy. Ugyebár így, nem az, hogy felfelé menne. Jó, túlmagyaráztam. Igen, nézzük tovább Polkadot. A DOT az jelen, az nyugodtan benne van a lila, több hónapos lila trendzónájának a közepén. Oké, jó helyen van, majd max a plafont ő is elkapja, gondolom, ha a Bitcoin is 20 fentebb. Nézzük is tovább, Binance Coin, a Binance Coin, ő szépeket jön az utóbbi napokban, hogy tör fel ugyebár a Bitcoin, megy a rengeteg volume, gondolom a rengeteg vásárlás, eladás, vásárlás. Kriptókba, úgyhogy a Binance Coin az belendült. Jelenleg, hát ide aztán nem húzok be 300, ez nem valószínű, hogy le fog törni. Nagy, friss mintán nincs benne. Egész szépen haladgat, illetve hát egy kicsire 4 órásra visszaváltogat látni, nem nagyon látni konkrét mintát, megy felfelé, még egyelőre megy felfelé. Bőven az a tendencia. És akkor nézzük az engine-t, hopp, itt picire vissza kell venni. Jaj, hát az engine a kis aranyos jöveget már végre fel, szépen. Azt a $2 már túl kéne lőni egyszer. De nagyon szépen jön fel, hát most kicsit visszament az ára, de mocorog szépen felfelé. Hát tegnap még nem is tudom, olyan ilyen 1.65 vagy ilyesmi, tegnap esti híradónál igen, mert ez ekkorát húzott. Ja nem, ezek 4 órás gyertyák! Pillanat, hol voltunk tegnap? Itt voltunk tegnap kb. Ekkor volt a híradó. Igen, és akkor 1.63-nál volt, azóta olyan szépet jött, plusz 10%-ot. És haladgat is tovább, ahol nagyon úgy tűnik. Nézzük a Chiliszt, ja, és az Engine Coin ugyebár ő a számítógépes iparnak, tehát a három lila, Binance Coin ő váltó, kriptováltó, kriptotűs, de azért érdemes belefektetni. Az Engine Coin mögött az egész játékpiac ott áll, illetve az NFT-k is kapcsolódnak hozzá, úgyhogy azért érdemes befektetni, azért húz az ára. A Chiliz meg a sportoknak, tehát jó, azt még nem néztem meg, hogy konkrétan az NBA-nek a tokenjeit is, az NFT tokenjeit is Chilizbe adták-e ki, vagy se, de a Chilizhez meg a sportipar kapcsolódik, azért nő neki ennyire, 32%-ot jött ma a Chiliz, nagyon brutál. Tegnap mondtam, hogy nem tudják levinni 0,25 alá, és úgy nem tudták levinni, hogy már 0,35-nél járunk kb. Úgyhogy hú, aki vett tegnap Chilizt, az jól jár. Na, nézzük is tovább, a Uniswap... Ő plafonos volt, igen, megcsapta a plafonját itt pár napja, és akkor most jövöget vissza középre, oké, középen van, ennyi, nincs nagy nincs nagy valószínűsége semminek, hogy naslunggal, mindegy, elindulna felfelé vagy lefelé, jelenleg középen van a több hónapos trendzónájába. Nézzük a Chainlinket, Chainlink szinte ugyanez a lemez, itt nem hiszem, hogy ennél lentebb tudnák vinni, ennél a zónánál, úgyhogy erre kell, hát még ha oda le is, már itt is, hogyha elkezd közelíteni a lila trendzóna aljához, ott érdemesebb venni, mert akkor utána úgyis valószínű, hogy fel fog húzni a tetejéig. Nézzük a Matikot, Matik is nagyon jót jön, őt is mondtam, azt sajnálom, hogy nem itt vettem már egy héttel ezelőtt, vagy valami, amikor jött megint egy Matikos hír. Na mindegy, vala én itt háromnál pont itt, ahol elkapta a tetejét a trendzónánál, nagyon úgy láttam, hogy ez ki fog törni, ki fog ugrani az egész trendzónájából, ki is ugrott. Jelenleg 0,34-ért kapható, 18%-ot jött a Matik egy nap alatt. És akkor nézzük is a Kusamát, a Kusama azt az eget, 10%-ot jött ő is, viszont most plafon gyanús, úgyhogy nem igazán itt érdemes Kusamát venni. Hát meglátjuk majd a biti, lehet, hogy ki fog húzni ő is a trendzónájából, de nagyon határon látjátok, tegnap is vissza is fordult innen, úgyhogy
Ő eléggé a plafonon van, nem a plafonnál érdemes venni, amikor majd visszaesik az aljára, az a trendzóna alja felé, akkor lesz érdemes venni, utána fog nagyobbat húzni, bár benne van a pakliba, hogy ki fog törni a Bitcoin együtt, és akkor új trendzónát csinál magának, de jelenleg plafon közelinek néz ki nagyon úgy, hogy nem most érdemes kusamát venni, nagyon úgy tűnik. Nézzük a dogit, hát a dogit stagnál, ő is oldalra megy már napok óta. Tök mindegy, mert én az aljánál vettem a kék zónánál, kb. 0, ja nem, azért 0,05 valahol itt vettem, de még mindig kicsit fentebb van. Illetve több helyen azért a dogi van benne valami, az egy szemétség, hogy a fele dogecoin 12 embernél van. De egyébként nagyon szépeket jövöget. Ja, lehet, hogy lesz neki egy nagyobb mintázata, hogy innen most visszafordult. Még az is benne van a pakliba. Na de oké, Dogecoin jelenleg így áll, kb. Ott van, mint ahol tegnap volt. Bitcoin Cash, ő a trendzónájának az alján, csak olyan lassan, olyan furán mozog a Bitcoin Cash. Én is inkább beladtam a Bitcoin Cash-t, és átforgattam Chili's-be, meg Matic-ba. Úgyhogy Bitcoin Cash trendzónájának az alján van jelenleg. Jó, hogy de próbálták felvinni, de rögtön visszasortolták. Na nézzük a BAT-ot, BAT token. Ő is plafongyanús, plafon közeli vissza is fordult, jelenleg most itt nagyon szépeket jöttem, úgy nem is tudom hány 20%-ot meg éneket jött az elmúlt napokba. De most plafon közeli ő is, úgyhogy valószínű kicsit vissza fog fordulni. Nem itt érdemes nagy valószínűséggel venni. A Litecoin, hát már megint ő is plafont kapott, kicsit verődik vissza. Nem tudom, hogy itt ki fog-e törni, benne van még simán a pakliba, hogy na, várjunk, csak rajzolom mondjuk így. Ugyebár itt feljött, plafony, le, bang, fel, plafony, és szerintem még lehet, hogy benne van, hogy ő majd csak így fog valahogy kitörni. Erre érdemes figyelni, és akkor végén ez az inyé, bigyó, ezt szerintem én kitörlöm, ez már nem tudom, jó pár napja itt van, de nem nagyon mutatja, hogy akarna valamit csinálni, úgyhogy meg nincs rá. Ja, és már be is rajzoltam, akkor maradjon egy kicsit. Berajzoltam rá. Ja, ki fog, mindjárt ki fog törni. Na jó, akkor mutasd magad, mennyi ideje van hátra. Végéig úgyse fog elmenni. 15-e. Hát, úgy hétvégére. Mire? Ja, 15 az pont hétfő, nemzetünnep, de jó, háromnapos hétvégénk lesz. Hosszú hétvégé, végére ki kell törni ennek az ingyen coinnak, vagy mi ez az ilyen jé. Ilyen jé, nincs is ilyen jé, oké, nincs kiírva hosszan a neve. Na mindegy, van egy ilyen jénk is itt a sztoriba, ebből még nem vettem, de áremzésből beleraktam. Jó, 57 fél, nagyon jó az 57 fél, jó, hop, 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 hop. Állj meg szőnyeg, leesett Aladi, mindjárt all time high van, mindjárt átütjük a plafont. Híradó végén, jó, fel kell írni, felírni magamnak, hogy plafon, gyanú. Aha, és akkor be az időjárás elé, és akkor vissza is pattanok majd ide, megnézem, hogy híradó végére lehet, hogy átütjük a plafont. Akkor már holnaptól vehetem át a arany felsőt a zöld helyett. Na de, hol tartottunk? Igen, megvolt a kriptó bemutatások, árdiagram elemzések, nézzük egy kis bányászatot. S19-es, 110 terahessés ASIC nagygép a Bitmain-től jelenleg hogy termel? 37 dollár profitot termel már, hogy szépen húz fel a Bitcoinnak az ára napi szinten. 37 dollár profit. Illetve nézzük még meg a 3080-as Nvidia videókártyát. Kicsit visszaesett, de még mindig jelenleg 8 dollár profitot termel napi szinten. A magyar áramárak mellett. Jó, ez nagyon jó volt, és gondolkoztam rajta, ebéd közben megnéztem. De nem fogom az egészet leszinkronizálni, de nagyon, te melyre ezt mutatod legalább, ezért két ember fejet mutassatok, vagy aha, valahogy így. Na mindegy, becsukott szemmel, oké. Okay. Hogy Kevin O'Leary, Mr. Csodálatos, kanadai muki és nagy befektető ő is, meg tévés műsorvezető volt, meg minden. És itt a stimulációs csomagról beszélgetnek, az amerikai stimulációs csomagról, amit jaj, pedig arra is de kíváncsi lennék a kommenteket, hát ha tudok ma már olvasni kommentet, nagyon kíváncsi lennék, hogy miket reagáltatok rá, úgyhogy megpróbálok majd belenézni mindenképp, mert nagyon érdekel. A disznóságokra, ugyebár, hogy a Covid mentő csomagokban milyen disznóságokat csempésznek szépen bele, vagy bújtatnak bele, és akkor mondják is itt neki, hogy jaj, de nagyon jó a COVID, a mentőcsomag, meg minden, mondják a híradósok. Ő megmondja, hogy oké, okay, de nem kellene ennyire a hülyeségekbe tolni a pénzt. Például a repülőgépe, a, igen, hú, hogy hívják már? Na, reptereket,
A repülési társaságokat, igen, nem kéne, tudom is én, billió dollárokkal támogatni, mikor kihalt az egész. Hát már digitális korba élünk, most kezdtünk váltani a legnagyobb csapást a Covid adta az egészre, hogy digitális kor, meg virtuális világ. Már nem kell röpködniük jobbra-balra befektetőknek a világba, hogy egy üzletet megkössenek, nem kell napi szinten össze-vissza jobbra-balra röpülniük, még ha jó is volt haknézni nekik jobbra-balra röpködni a cég pénzén, meg ilyenek. Ma már erre nincs szükség, digitális világ van. Bármit interneten tudunk videokonferenciát tartani, meg akármi. Nem kell röpködni jobbra-balra, mi a jó Istenért pumpálja bele az adófizetőknek a pénzét a reptéri társaságba az amerikai kormány. Bedőlt, halott az egész, ő is mondja, hogy zombi vállalat, az egész légiipar, sokkal kevesebb repülőkkel, nem fél évig még pumpálni kell bele a pénzt, hogy az alkalmazottakat ki tudják fizetni, mert fél év után se lesz szükség azokra az alkalmazottakra. Akkor mi a jó Istennek? És akkor itt harcolnak vele, hogy de kell, a másik volt, jött még egy asszony is utána, mert két interjú is volt, az asszony is, hogy jaj, de hát most miért ne kellene a mentőcsomag, mert hát a mindenkinek milyen jó jön az 1400 dollár, meg az anyukáknak, meg stb. És mondja Kevin O'Leary, hogy igen, persze, totálisan egyetért ezzel, támogassuk a munkanélkülieket, meg minden egyebet, meg támogassuk, akiknek nincs pénze a Covid miatt, de ne a repterekbe nyomjuk a pénzt, amikor az egy halott üzlet, egy zombi üzlet már az egész, mert nincs rá szükség a mai világba. Úgyhogy szerencsétlen lefárasztották, de nagyon jól megmondta az igazat, hogy mi a helyzet a világban. Nagyon tetszett ez nekem ebéd közben, úgyhogy gondoltam egy pár szóba elmondom nektek a lényegét. És akkor nézd, annyi hír jött, hogy atya úristen, kezdjük az elején. Jó, hát erre, ha, nem tudom, valami ilyesmi. Megyünk fel, hogy a francba, na mindegy, tök mindegy. Azt mondja, hogy igen, az ingatlanok már lehet bérelni is, hotelt bérelni, hát hotel, ez luxus hotelt, luxus hotelt kriptóért. Új, meg már ingatlan irodák, minden belendült. Nézzük is. A Kessler Collection beleugrott a kriptókba, 8 luxus hotel már elfogad, 8 luxus hotelükben már elfogadják a digitális valutákat, vagyis a kriptókat, és akkor az elmúlt pár hónapban nagyszámú üzlet tette lehetővé, hogy kriptovalutában lehessen fizetni náluk. Kedden a luxus hotel csoport, a Kessler Collection bejelentette, hogy most már ők is elfogadnak kriptót szállásért fizetség, cserébe fizetségnek. 8 luxus hotelük van, és Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash és többet is fognak elfogadni, a cikkben lesz majd a részesen még miket. 8 luxus hotelben már elfogadják Bitcoinnal, Bitcoin Cash-sel, Ethereum-mal, Dogecoin-nal, és még jó néhány kriptovalutával és stabil érmével is lehet fizetni, vagy egység kriptóval ugyebár az 1 dolláros kriptóval, 1 eurós kriptóval és ezekkel. És akkor, aha, igen, a lakhatási, vagy hát nem is lakhatás, hospitality, a szállásadó iparba sokkal könnyebbé teszi a kriptovaluták, sokkal könnyebbé teszik a fizetési lehetőségeket a szállásadók számára. A vezérigazgatójuk úgy gondolja, hogy a kriptovaluták az egyik innovatívabb koncepció a szállásadásban jelenleg, a legjobban, ez a legkomolyabb fejlesztés, ennek az a lényege. Úgy gondolja, hogy a kriptovaluták egyre több helyen el fogják fogadni, és a BitPay-jel összeállva, akár hogy a BitPay-nek nincs kriptója, azt gondolom hagyományos tőzsdén lehetne Robinhood-os applikáción keresztül venni, vagy ilyenek, de a BitPay-jel annyian összeálltak már, a BitPay valósítja meg, hogy ő váltja a kriptókat, illetve a fiat pénzeket, a papír pénzeket ezeknek a cégeknek. A BitPay-nek úgy a tőzsdei értéke úgy be fog nőni, mint a szél. Meg már most is nőtt szerintem nagyon komolyakat. Tök összeálltak ők is a Bitcoinnal, és akkor igen, együtt dolgoznak tovább. A Bitcoin fizetések olcsóbbak, mint a hagyományos bankkártyával történő fizetések, és segítik a nemzetközi utazókat is, hogy sokkal könnyebb legyen nekik fizetni. Nem kell ugyebár bemenni, hogy átváltani dollárt, meg ez az amaz, mindegy, a hagyományos váltónál fizikailag ott a kriptó, oda nyomja a telefonját az ember, az pik átutalja a QR kódra, és akkor ki is fizette a hotelt.
Itt már megint, de fizessék az adókat utána, na mindegy, ezután lesz majd az ingatlan piacos, tehát itt meg már megint akkor nem kell kb. Adót fizetni, mert nincs váltás papírpénzre, ha elfogadják a kriptót direktbe, akkor nem kell papírdarabokra fölöslegesen plusz kanyarral átváltani a kriptót. Ha direktbe lehet kriptóért venni, akkor honnan fog leszedni adót az állam? Ilyen hülyeségből, hogy pluszba még a kriptókat megadóztatja, olyanból szerencsére szerintem nem fog tudni. És a hagyományos cégek, a szállásadók meg úgy is befizetik az adót, a boltok is úgy is befizetik az adót a termék után, amit mi kriptóval veszünk. Most miért kellene, hogy ők is befizessék, meg mi is fizessünk még 26%-ot még a kriptóból. Úgyhogy nagyon jó, lehessen direktbe kriptóval vásárolni, a franc se akar több papírpénzt, mert minek semmi szükség rá. És akkor igen, ők az egyik első luxus hotel csoport, akik lehetővé teszik, igen, a bitcoin és kriptovalutákkal történő fizetést a szolgáltatásaikért cserébe, akár lakhatásért, akár étkeztetésért. A bejelentés arra is kitér, hogy igen, e-mailbe fognak, csak e-mailbe fogják küldeni a számlát, amit utána meg az embereknek, aki a hotelben megszállt, kap egy e-mailbe egy számlát, az bitcoinnal, Bitcoin Cash, Ethereummal, Dogecoinnal, USDC-vel, BUSD-vel, GUSD-vel és Pax-szal is ki tudja majd fizetni az embert. És sokkal több időt fog ez megspórolni, majd mindenkinek sokkal egyszerűbb lesz így a fizetés kriptókon keresztül a hotel számára is. És ez a lépés sokkal könnyebbé fogja tenni a globális, a világ szinten a látogatóknak, vagy az utazóknak a dolgát. Igen, és nem kell elmenni hagyományos váltókhoz, és ott izé különféle ilyen-olyan árfolyamokon váltogatni a nemzeti pénzét az embernek, annak az országnak a valutájára, ahova épp utazni akar, mert ott van a kriptónál, mindig azt a kriptóval tud fizetni. Nem kell még a hagyományos váltónak is fizetni, nem tudom, 3-5%-ot azért, hogy ők is fenntartsák magukat a papírpénzeken. Na de tovább! Spanyol ingatlan ügynökség elkezdett bitcoint elfogadni fizetésként a Kanári-szigeteken. Már jönnek az ingatlanok. Ingatlanosok, magyar ingatlanosok, mindenki kezdjétek el kitaposni az utat, ez a jövő, ezt kell nyomni. Aki hamarabb belevág ingatlanosok közül, amelyik cég, azt fogja elvinni a pálmát itthon is. Kriptóért kell adni az ingatlanokat. Én se akarom már, jaj, csak jussunk el oda tényleg, nem papírpénzért, ha egyáltalán akarok még nyugdíjlakást venni, hogy kiadjam a bérlet, mert az a biztos nyugdíj, ami mindig csak termel, semmit nem kell csinálni vele. Max egy kicsit karban tartani. De lehet, hogy már, hogyha mégis kéne nyugdíjlakást még egyet vennem, a kettőt akármi, akkor azt már inkább kriptóba venném direktbe, mint hogy forintba váltogassam át. Bár, hogyha a piacokat megfogom, meg kinézem ezeket a chilizeket, engineket és matikokat, akkor lehet, hogy nem kell pluszba még ingatlan bizniszeznem is. Na de nézzük! A kripto elfogadás egyre jobban terjed, a Európa szerte az ingatlan ügynökségek közt, különösképpen Spanyolországban, és igen, itt mondják, hogy a Kanári-szigeteken már elfogadják a kriptót, áldják a bitcoinnak a decentralizált voltát, ugyebár, hogy nem szól bele a hatóság, vagy nem tudnak mit csinálni vele, mert nincs hozzá kötve, nem kell, hogy a kormányon meg a bankokon keresztül átforogjon az egész. Kicsit belekavarodtam. Igen, nem ide, az a lényeg, hogy az ingatlan irodáknál az a lényeg, hogy Tenerife-be már lehet bitcoinért vásárolni ingatlant, vagy lakást, itt azt mondják, biztosítják, hogy az a lényeg, hogy minden vevő számára biztosítani akarják, hogy életre keltsék ezt a rendszert, hogy kriptóba lehessen fizetni az ingatlanokért, azokért lehessen vásárolni, és ez a lényege az egésznek, hogy ezt támogatják, és Tenerife-n már lehet is ingatlant vásárolni kriptóért. A spanyol ingatlan ügynökségek csatlakoznak a bitcoin elfogadók turnébuszához. Ez van még itt a végén, jön az ingatlan piac már, csordogálnak, egyre többen. És akkor nézzük is,
Hú, itt valami American Home Warranty Company, nem tudom, hogy ők a lakásbiztosítás, vagy mi a jó Isten lehet ez, de ők is már elfogadnak kriptofizetési lehetőségeket, és bitcoint is tesznek majd a befektetési portfóliójukba, a Tesla nyomdokaiba lépve ez az American Residential Warranty ARV cég azt mondja, hogy ő is fogadni majd kriptókat a szolgáltatásaiért cserébe fizetségként. És továbbá a cég még azt is tervezi, hogy igen, tartani is fog bitcoint, hogy vesz és tartja a kincstárában, ugyebár, és az én befektetési portfóliójába bitcoint fog vásárolni, hogy visszajöjjön az értéke az inflációval szembe, egyre többet érjen, egyre több pénzük legyen, úgymond. És igen, egyik fejesük, aki a nyereségekért felelős, ő azt mondja, hogy azzal, hogy elfogadják a kriptóban történő fizetéseket, azzal azt nyilvánítják ki, hogy ők egy olyan cég, aki a feltörekvő technológiákra figyelmet fektet, és igen, nagyon figyeli, hogy milyen irányba halad a technológia, és ők is követik a lépést ezzel. Haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy jaj, igen, egy konzervatív amerikai jobbosok ők, de Pandit Ben Safiro, vagy Ben Safiro, na mindegy, a Bitcoinnal kapcsolatban mondja, hogy ez a Szent Grálja a libertarianizmusnak. És akkor mi a libertarianizmus? A libertarianizmus azoknak a politika-filozófiai ágazatoknak és mozgalmaknak a gyűjteménye, amelyek a szabadságot teszik legfőbb elvüknek. A libertáriusok a politikai szabadságot és függetlenséget, a választási szabadságot. Blokkláncon szavazzunk már, kérlek, magyar kormány, hát harmadik évezred van, 22-be szavazzunk már, blokklánc. 22-be szavazunk? Igen, mert már nem tavaly, régebben szavaztunk, nem a francia tudja, tavaly Covid jött. Jövőre szavazzunk már blokklánc alapon, és lehessen látni, hogy ki mit szavazott, leszarom, hogy a szomszéd jaj, az most ezt szavazott, de tisztán lehetne látni, nem lehetne manipulálni a választásokat. Na de akkor nézzük, azt mondja, hogy igen, a választási szabadságot, az önkéntes társulást és az egyéni ítélethozatalt hirdetik az államhozatallal szemben, államhatalommal szemben. A libertáriusok eltérő nézeteket vallanak az állam méretével kapcsolatban, néhányuk teljesen meg akarja szüntetni az államot, néhányan csak egészen minimális éjjeli őr szerepre akarják szorítani azt. A libertáriusok az autoritarizmus szó ellentéte. Ami a lényeg, hogy én is az államot csak egy éjjeli őr szerepre szorítanám. Tehát nem sok szükség lesz már nekünk itt az államra, mindenkinek meg lesz a kriptója, és lehet majd mondani, hogy ki, hova, hol kell játszóteret építeni, meg ez az amaz, és akkor nyomjuk oda be, csak ne az adóba kelljen befizetni, hanem majd mi szépen, ki mennyit tud, meg akar, annyival támogatja a közösséget. Jó, hosszú távon van ez, meg messze menő gondolat, de nagyon örülnék, ha ebbe az irányba haladnánk, és minimális szerep jutna az államra. Nem tolnánk be az államnak, hogy ő a felét lerabolja meg, a felét majd valahova ide-oda szétpakolásza, és lehet, hogy nem is arra adnánk pénzt, mint például, hogy minek mentik meg a légitársaságot az USA-ba, mikor egy döglődő iparág az egész a mai digitális világban. De ugyanez, hogy nem kell odaadni, hogy az állam majd olyan helyre teszi, amire mi nem is akarjuk, majd mi odaadjuk arra, amire mi akarjuk. Úgyhogy ennyi. Na jó, nézzük is, hogy miket mond itt emberünk, gyerekünk, fiatal srácunk, mert érdekes dolgokat mond. Azt mondja, hogy igen, az nem mindegy, hogy majdnem 3 millió feliratkozója van, úgyhogy széles körbe tudta terjeszteni az igét. A libertariánus, vagy mindegy, ez az ok. A szabadság elvűség, igen, arról mondja, hogy mi lenne, hogyha tudnánk pénzügyi tranzakciókat létre megvalósítani szinte mindenkivel, és ezt anélkül tudnánk pénzügyi tranzakciókat megvalósítani, hogy bármi köze lenne ehhez a dollárnak. És nem kell aggódnunk a központi bankok miatt, nem kell aggódni amiatt, hogy a kormányok felrobbantják, tönkreteszik az adott ország valutájának az értékét. Ezek a pozitívumok mind itt vannak a kriptotérbe, az hozza be nekünk.
A kriptovaluták alapvetően a libertariánus, a szabadság elvű álmot hozzák valóra. A monetáris rendszer nulla, zéró kormányzati felülvizsgálattal. Igen, követi is a szabad elvűség elvét, hogy a kormánynak ki kell maradni az emberek életéből. És majd az emberek megoldják, amit szeretnének, elintézik. Azt mondja, hogy Szafirónak igen, a végére még ezt mondta, mert nem is olyan negyedórás videót feltett, annak a végén még ezzel zárta, hogy igen, emlékezzetek rá, hogy a bitcoinnak akkor nő az értéke, hogyha a bitcoin értéke nő, akkor nő, amikor a rendszerbe vetett hit az növekszik. Igen, és hogyha te teljesen abban a hitben vagy, hogy te hiszel az Amerikai Egyesült Államoknak, és teljes mértékben egyetértesz azzal, amit csinálnak, és jó irányba haladnak, akkor te kötvényekbe fektes. Hogyha meg nem hiszel a kormánynak, nem bízol benne az amerikai kormányba, nem bízol abba, hogy nem fogja szarrá inflálni, hogy mi van ez a kifejezés, mindegy, nem hoz akkora inflációt, hogy semmi értéke nem lesz a dollárnak, akkor vegyél bitcoint. Vagy hogyha azt, igen, hogyha nem hiszel a kormányba, mert el fogja értékelni a valutádat, akkor vegyél bitcoint. Ebben ez volt, haladjunk is tovább, van még egy jó pár, de ezek szerencsére sok kis apróságért csak. Franciaországba elkoboztak 611 bitcoint hackerektől, és aukcióra fog sor kerülni, el fogják árverezni ezt a 611 bitcoint. Hogy lesz az aukció? A párizsi Capingi-Morange, ha már franciául, akkor Capingi-Morange, ja. Aukciós ház 611 bitcoint fog március 17-én fogják árverezésre bocsátani ezeket az elkobzott bitcoinokat. Ez lesz az első aukció, ami a francia kormány által, ami elkobzott bitcoinokra fog alapulni. Igen, jelenleg 34 millió dollárt ér az a 611 bitcoin, amit el fognak árverezni. És akkor kettő részben fogják, ugyebár március 17-én egyszer reggel 9 órakor, egyszer pedig délután 2-kor. És reggel 9-kor fognak 437 féle csomagot. És mi van egy csomagba, egy bitcoin csomagba? Az elsőben, ami a 437 csomag lesz, és reggel 9-kor kezdődik az árverés, abban 0,11 és 2 bitcoin közötti értékek lesznek, azokra lehet licitálni, még a második délután 2 órai árverezésen, azon pedig 5 és 20 bitcoin közötti csomagokra lehet majd licitálni, ezekből 41 darab lesz. Nem tudom, hol indítják az árat aktuális áron, vagy hogy most fölé drágában csak nem adhatják el az aukció, mint amennyi a világpiaci ára, úgyhogy kíváncsi leszek valahogy. Diszkont árabban kell indítani ezt az aukciót, úgyhogy jó, de érdekes lesz, na mindegy. 2019-ben és 2020-ban vették vissza a hackerektől ezeket a bitcoinokat. És akkor nézzük, Kanadában már 3 bitcoin ETF is van, most elindította, még Mike Novogatz is a Galaxy Digitallal a bitcoin ETF alapját, és mi van még itt? És nekik a díjuk az csak 0,4%-os díjat számítanak fel erre. A piac szinten a legkevesebb, legalacsonyabb díj ez, amivel ők fognak dolgozni. Igen, és még a végén azt mondják, hogy a bitcoin elfogadás egy csúcspontra kezd érni, és a befektetők nem akarnak a partvonalon üldögélni. Úgyhogy mindenki fektet szépen befelé. Következő, Dél-Koreában... igen, a kripto bányász gépek importjába nagy növekedést látnak az elmúlt 3 hónapban, és meg is állítottak 3 szállítmányt, vagy nézzé 41 szállítmányt, vagy annyi érkezik, és egy párat ebből meg is állítottak az elmúlt 3 hónapban. És akkor itt az a lényeg, hogy hoznak is most olyan törvényt, vagy hoztak, nem tudom, de az a lényeg, hogy 150 dollár, ami 150 dollár, mondjuk 50 ezer forint alatti,
Bányász, jó, hát egy videókártyát nem lehet már annyira kapni. Az tekinthető csak saját felhasználásúnak, azért nem kell külön adókat fizetni, ha 50 ezer alatti egy videókártya Dél-Koreába. Viszont ha már e fölötti, és valaki nem fizeti be a vámot utána, ahogy azt illik meg, amilyen szabályokat hoztak rá, vagy rosszul jelenti le a termék nevét, az árát vagy a mennyiségét, vagy több ember neve alatt jelenti le, akkor büntetésre számíthat a törvény által. És akkor ami fontos, hogy a számítógépes játéktermek Dél-Koreába azok már átalakulnak bányászfarmokká, ugyebár PC bengek Dél-Koreába már, fú, én már mikor már az egyetem alatt olyan, fjöj, meg volt, hogy hány dolgozónál, melyiknél, hol kell mit építeni, meg olyan build orderaim voltak, mint az állat, na mindegy, StarCraftot ők már nyomják, nem tudom, vagy 20 éve lassan, 15 éve biztos, játéktermekbe lemennek, vagy számítógépes játékszobákba, és akkor ott nyomják a PC bengekbe, más világban, mint nálunk. Nálunk jön meg már 20 éve még, jaj, hát kocka, azt most meg már fiúkat így szivatták, most meg már lányok is nyomogatják a Candy Crush-t, meg minden, a pasik meg csak nem mondják, hogy jaj, kocka. Na mindegy, oké, okay, fejlődünk, digitális világ van, 20 éve lenézték, most meg mindenki ezen él. Haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy az Atari is el fogja indítani, vagy elindított a játék felületét, játék platformját, ami kripto alapú, és az Ethereum metaverzumra épült Decentraland. A Decentralandnek, jaj, az Atari token, de a Decentra, ja, mert a Decentra, pillanat, mutatom is, Decentra, ebbe talán ennyit jelöltem, ja nem, még van egy pár dolog, jó. Az Atari, igen, a játék élményeket, a régi Atari játékok, meg minden egyéb nagyon régi cuccok, azokat visznek fel blokklánc alapra most már, és NFT-k is lesznek itt is, ugyebár az Engine Coin is NFT-s sztori, és itt is NFT-k lesznek gyűjthető, úgymond kripto értékek a játékokban. A Decentralandnak a mana tokenje, nézzük is meg, mert ezt amúgy is elfelejtettem, hogy az elmúlt egy hét alatt, bár ez kicsit csalóka, hogy elmúlt egy hét alatt mennyit jött, a Chili's is jött 150-et, de hogyha 6 nappal ezelőtt jött 140 vagy 200%-ot, akkor most végül is egy nap alatt mínusz benne, mindegy. Az a lényeg, hogy a Decentra, hol vagy már Decentraland? Ennyire lement? Hát ő itt volt a top 10 környékén a Decentraland. Azt az egeddel esett. Jó, a Decentraland az most kicsit visszat. Na mondjuk talán itt érdemes venni, 0,5-ön van a Decentraland, ez is olyan, ezek a 1 dollár alatti árak, szerintem ez itt a lélektani határ az többet jelent, mint az árdiagram elemzés. A 0,25-ösöknél érdemes venni, mert az fel fog menni félre, meg 1 dollárra, 0,5-ösnél, mert az is 1 dollárra, 2 dollárra, 3 dollárra, ilyenekre ezek az aprócskák, valahány dollárt mindegyik érni fog hosszú távon, amik komolyabbak, én nagyon úgy látom. A CRO, júj, nagyon jön fel a CRO, azt mondják már egy jó ideje, a Crypto.com, ők is akarnak menni tőzsdére is. CRO-t is érdemes lenne, csak nem fogom már visszaváltogatni a sok mindent, már minden, ami másodlagos, azt már eladtam a Bitcoin Cash, meg mindent, hogy kisebb kriptókat vegyek rajta, amiknek komolyabban a hozama. Engine, igen, szépen jövögető is fel. Na de az a lényeg, hogy igen, itt van a Decentraland, amiről említést tesznek. A Mana, ő a toppon volt, a plafonon volt még egy pár napja a top 5-ben, vagy ilyesmi. Most ezért, hogy lentebb van az ára, ilyen alacsony ára, amikor letolják az árat, ott érdemes venni. Na de haladjunk is tovább, mi van még itt benne? Illetve az Atari tokent mondják, az Atari token, hát az úgy megyeget, olyan nagyon brutált nem nőtt, de haladgat felfelé régi játékoknak a tokenje. Szerencsejátékra meg a játékiparba használják. Úgyhogy hát Atari, van ilyen is, azért nem mondanám, hogy mindenki Atariba váltson át mindennyit, de egy minimálissal esetleg meg lehet próbálni, hogy mire irányba fog haladni. És akkor az Atari, ja igen, mert azt mondják, hogy az Atari az... jelenleg 0,29, most bezártam, már nem emlékszek mennyi volt, 0,25 körül volt már, 0,26 volt, ha jól emlékszek, vagy nem, vagy már 0,5, a francokat, nem is az a lényeg, egy fél dollár körül van, vagy még annyi sebb, miközben meg 400 millió, ja ezt elszámoltam, ez nem ezer, ez 400 millió coinjú érme van, és a piac meg 118 milliós, akkor ez kb. 0,25-ös áram most helyén van. Úgyhogy oké, hát lehet, hogy az Atari az annyit nem fog már nagyon növekedgetni.
Na mindegy, nézzük tovább. ETC, igen, jaj, a Börse Extra, német cégük, mondták egy pár nap, hogy elindítják a Bitcoin ETP-t, Exchange Traded Product-ot, tőzsdén kereskedhető terméket, nem ETF-et, de már 1 billió dollárt össze is gyűjtöttek. Ja, a Bitcoin ETP-jük, ez nem az Ethereum, amit elindítottak egy pár napja, hanem a Bitcoin ETP-jük, be már 1 billió van. Hát 0,1%-a a Bitcoinnak kb. Náluk van, hát akkor nem olyan nagy hír, akkor sárgával is jelölhettem volna, amúgy sem jelöltem ki sok minden mást, mert az 1 billió az nem olyan nagy a mostani, nem is tudom. 2 trillió körül lehet, vagy hol? Már a kriptopiac csak a Bitcoin kitesz 1 trillió dollárt, ezerszer ennyit. Nézzük is tovább, két apró hír van még a végére. Lil Pump, hát őket már én se, bár rádióban biztos hallottam egy-két számát. Amíg jártam kocsival munkába, és vezetés közben rádiót hallgattam. De az a lényeg, hogy ő is NFT-ket adogat ki. Hát, oké. És Bitcoin-nal, Ethereum-mal és Bitcoin Cash-sel lehet ezeket megvásárolni, és még többet akar kiadni. De ami a legrosszabb az egész, hogy néztem, valami Swiss-el állt össze, de annak nincs is, annak a ja, Sweet platformmal, és ennek a Sweet-nek, hogy tudom úgy kijelölni, hogy nekem már rányomni, itt lesz valahol a tetején biztos egy Sweet. Az a lényeg, hogy ennek a Sweet-nek sincs izé kriptója semmi, vagy tokenje, hogy azt meg lehetne venni, illetve az NFT-ket is Bitcoinba, Ethereumba, meg Bitcoin Cash alapon, nem is tudom, hogy csinálják, azon keresztül lehet megvásárolni, nem Engine-en, vagy satöbbin, vagy izé Chili-zen keresztül. Na mindegy, volt egy ilyen hír is, illetve Kolumbiában azt hittem, hogy nagy hír lesz, de aztán mégse, hogy a helyi üzletekben már elfogadják a kolumbiai kriptót, és akkor mi ez a kolumbiai kriptó? Ja, amúgy ez a Kobigyó. Kmusikoin! Kmusikoin, az van izé, kolumbiaiaknak ők hozták létre, és végül is, ahogy néztem mögött, az van, hogy a szilárd hulladékot organikus komposztá alakítják át, bograk segítségével, gondolom szar dolgoznak fel, vagy ilyesmi, vagy nem tudom, hogy mi a szilárd hulladék, de valami hasonló, és akkor utána, hogy komposztként fel lehet használni a növénytermesztésben, és akkor jaj, a szuperagyak, a kolumbiai kriptó mögött már 5000 ember, nem is mondom, de 5000 embernek csak van még ez a kusibigyó koinja, úgyhogy nem sok embernek van, és már írják, hogy a helyi üzletek is elfogadják, de ha 5000 ember, hát egy faluba többen, na jó, nem, mert Rakacána, honnan én jöttem, ott mondjuk 800-an laknak, de egy közepesebb faluba többen laknak, mint 5000-en, és akkor ezzel nem nagyon verjék erre a nyálukat, hogy 5000 ember már vett kmusikoint, mely megállíthatatlan, a létrehozása óta megállíthatatlan a kmusikoin. Legalább ezeket kiszűröm, hogy mi az, aminek nagyobb a füstje, mint a lángja az ajánlott kriptók közül. Mert 0,1 dolláron csinálták meg, úgy adták ki. Aztán 2020-ban felment 1,5-re az ára, utána 2021 elején, évelején majdnem 4 dollárra is felment, jelenleg meg 2,5 dollár. Hát ha ez komolyabb coin lenne, akkor nem fele annyit érné kb. Mint 2 hónappal ezelőtt, mikor így megy fel a piaca. Úgyhogy nem, kmusiba szerintem nem nagyon fektessen senki. Illetve nem is létezik még a CoinMarketCap-en sem mutatják, nincs is kimutatás a kmusicoinról, még nem is követik. Úgyhogy azzal azért vigyázgasson mindenki. Senki ne vegyen szerint. Nem, döntés a ti kezetekben van. Én nem igazán tanácsom, hogy kumusikoit vegyen bárki is, elértük-e a plafont, hogy nem, 47 fél, még mindig itt kicsit visszagondolkozik, de nagyon szépen jön ebbe a kék csatornába, amit berajzoltam. Mikorra? Hát a legrosszabb eset az az, hogy ez már plafon, jó, ez már bőven plafon. Itt a plafon azt mondja, hogy 14 hajnal 5, 14 hajnalat, legkésőbb vasárnapra átütjük a plafont, még ha esetleg beindulna egy-két piros gyertya, és kicsit próbálnak visszaráncigatni. A hét végére all time high lesz, szerintem szinte fix, hogy 60 ezeret elérjük a hétnek a végére. Jó, és akkor mit nézzünk? Ja, mutatgattam, igen, mindenféléket, 11-ére átállok, volt csapadék meg felhőzet, úgyhogy most nézzük ismét a hőérzetet, illetve jaj, a hőérzetet, már a hőmérsékletet, illetve még azon is gondolkozok, mert ezeket a déli hőmérsékleteket nézegetem,
hogy lassan el kellene kezdeni azt is figyelni, hogy mondjuk hajnal 5-kor mennyi a hőmérséklet, mert ha felmegyünk 8 fok fölé tartósan, akkor utána már érdemes a téli gumit lecserélni nyárira, vagy megeszi a meleg aszfalt. Oké, mindenki nézze meg, hol van, és akkor indul a vonat. Ez itt csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, és ismét csütörtök. Jaj, még jó, hogy milyen hideg fog itt jönni jövő hét csütörtökre. Ezeket jövő hét végére kapunk egy nagyobb hideg. Addig se lesz túl meleg, ilyen 5-10 fokok ilyesmi napközben. De jövő hét végére meg úgy látszik, még nagyobb hideg is benne van a pakliba. Na, de legyen is ennyi mára. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Holnap ismét jövök a friss hírekkel. További szép estét mindenkinek. Sziasztok!